Megy a Brawl Talk, srácok! Megy a Brawl Talk, megy a visszaszámláló. 1 perc 50 másodperc, és kezdődik a mai Brawl Talk új legendary karakterrel, Brawl Winnel és további dolgokkal. Úgyhogy már nagyon-nagyon izgatott vagyok. Perc, ami egyébként nagyon fura nekem így elsőre, az az, hogy ugyanaz a visszaszámláló, mint a múltkor, tehát eddig minden egyes Brawl Talkban az ilyen visszaszámláló más volt, és most ugyanaz, tehát ugyanaz a gift shopos visszaszámláló van, és megint beglitchelt valami hülye kínai szövegre, és itt a ugyanaz a 10 másodperces visszaszámláló is. Nézzük, srácok, hogy mi lesz a Brawl Talkban, majdnem 500 000-an nézik, nagyon kíváncsi vagyok. Nézzük, első reakció. Gyerünk! Huha! Huha! Brolevin! Démonik Bó! Végre! Végre! Újra kíváncsi vagyok. Új környezeti Pokós. Ú, de menő! Amber! Tudtuk, hogy a betűs lesz. Hogy fogad, hogy atakol? Ilyen Max-hez hasonlít nagyon a lövése. Ilyen dzsungeles témájú. Meg mondanám. És ilyen olajat dob az ultiával. Hogy ez mit tud, azt még nem látom. Ú, de menő! Zombibi is bejön, srácok, bizony, ahogy vártuk. Új True Gold és True Silver skinek, ahogy szintén vártuk. Úristen, Frank, hogy nézett ki Gold színbe? Az mi? Rosa skin végre, srácok! Ott a Rosa skin. És lesz challenge, ezt mondtam, srácok, hogy ez kéne. Nagyon jó, srácok, és a végén megkaphatjuk a rózaszkint. Olyan lesz, mint a Championship Challenge, de menő. És minden pin megkaphatunk rá, hogyha jól látom. Ú, de menő, srácok. Brawl Stars világbajnokság. Ők fogják megkapni ezt a menő Challenger Coldskint a világ legjobb játékosért. Ez engem nem érint, azt mondanom se kell. És megkapják ők is az exkluzív pineket. Úristen! Visszajön a graveyard chip, ezt mondtam, srácok, és tudunk teleportálni. Lesznek ilyen úgymond alagútszerűség a pályákon. Ezt is mondtam, srácok, hogy ez mennyire menő. Úristen, mennyi minden érdekesség. Mapmaker! Ez mi lesz, srácok? Meg lehet csinálni pályákat. És mondták, hogy találkozunk következő hónapban, tehát novemberben is lesz Brawl Talk. Úristen! Biztos az is fontos, amit itt mondanak, de hát még nagyon sokszor vissza fogjuk nézni. Még nagyon sokszor valószínűleg vissza fogjuk nézni a Brawl Talkot. Úristen, srácok! Elsőre elképesztő, majdnem 600 ezeren nézték. Nagyon durva. Amire úgymond számítottam, tehát mondtam nektek ezt a teleportálós dolgot, de annyira azért nem gondoltam komolyan, tehát egy átlagos ötletként tekintettem rá, de nem, srácok, be lehet menni a pálya egyik felén egy ilyen kis teleportálós lyukba, és a másik felén ki lehet jönni, ami elképesztően király, és amit mondtam is nektek egy nem olyan nagyon régi videóban, hogy ez benne lehetne a játékba, és nagyon sokan egyébként mondtatok, hogy hasonlít az Among Us-ba az Impostorra, és egyébként tök nagy fán lenne, hogyha ez belekerülne, és bizony, srácok, bele fog kerülni a Brawl Stars-ba, mennyire király már. Viszont
srácok, szerintem menjünk végig újra az egész Brawl Talkon, és szépen aprólékosan nézzük meg az egészet, hogy mik is a legfontosabb dolgok a számunkra, mik azok a dolgok, amiket mindenféleképpen szemügyre kell vennünk, és amikről beszélnünk kell. Viszont srácok, ez a videó nagyjából ennyi lett volna, ez csak az ilyen első reakciómat akarta tükrözni, úgymond a Brawl Talkról, és hogy tényleg meglássunk együtt mindent, amik a legfontosabb dolgok, és hogy lássátok, hogy én hogy reagáltam erre az egészre. Viszont még a mai napon délután fog érkezni egy érdekességes videó. Igazából úgy terveztem, hogy ez holnap fog érkezni, ma pedig egy picit részletesebben azért beszélek arról, hogy mik érkeztek. Viszont úgy gondoltam, hogy inkább ma délután egy videóban nagyon részletesen, nagyon aprólékosan összeszedek mindent, és így sokkal érdekesebb lesz, mint hogyha most elmondanám, hogy mik érkeztek, picit utána nézek, és egy pár órával később várhatok egy sokkal érdekesebb, sokkal részletesebb videót, úgyhogy még a mai napon érkezek nektek srácok egy másik videóval, szóval érdemes feliratkozni, szólni haveroknak, bekapcsolni a csengőt, meg stb. Finomságok, illetve csapni egy lájkot, hogy tetszett nektek ez a videó, és tetszett nektek maga a Brawl Talk, illetve nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok róla egy első megnézésre, milyen volt, mi az, ami megtetszett nektek így egyből, mik az elvárásaitokhoz képest a tapasztalataitok, tehát hogy mi az, amit vártatok, mi az, amit nem vártatok, nagyon meglepődtetek rajta, hogy ilyen lett, tehát hogy azért nekem vannak ilyen dolgok is, mit szóltok a skinekhez, hogy végre bekerült a zombibi, a démonikbó, végre rózsa skin is érkezett, szóval azért ezek mégiscsak olyan dolgok, amik a mi igényeink alapján érkeztek a játékba. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok az egész Brawl Talkról, az eseményekről, írjátok meg mindenképpen a komment szekcióban, és akkor találkozunk ma délután egy elrejtett apróságos videóval, ahol minden nagyon izgalmas és érdekes dolog ki fog derülni. Szóval találkozunk, srácok, ma délután. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kíváncsi vagyok, mit gondolok a Brawl Talkról, hogy azt írjátok meg, illetve csak egy lájkot, hogy tetszett, mint már mondtam. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, várlak vissza titeket délután, illetve a következő videókban is, majd a későbbiekben. Én Hunter voltam, szevasztok!